Címvédőként bronzérmet nyert a junior cságáncsozók malagai Európa-bajnokságán Pupréka. Jöjjenek a tanulságok és a további tervek. Az atomerőműves a 20 esztendős judós a vendégem. Jó reggelt kívánok, szervusz! Szívből gratulálok, azért egy Európa-bajnoki bronzérem az mindig megsüvegelendő, de te magad, aki címvédőként utaztál ki, ezt most hova helyezed el magadban? Sikernek könyveled el, vagy adott esetben egy pici visszalépésnek tekinted? Címvédőként igen, úgy utaztam ki, hogy ismét vagy meg szeretném védeni az Európa-bajnoki címet, de úgy gondolom, hogy a pénteki napból kihoztam a maximumot, ez most erre volt elég, úgyhogy nem vagyok csalódott egyáltalán, ennek a bronzéremnek is ugyanúgy lehet örülni, mint egy aranyéremnek. Jó, hát azért kérdezem, hogy te vagy a legautentikusabb, aki ezt el tudja mondani, hogy egy arany után lehet egy bronznak örülni, de ezek szerint a teljesítményhez viszonyítva, amit leadtál annak érdekében, hogy ez a bronzére megszülesen, ahhoz képest maximálisan, ugye? Szerintem igen. Aha, szuper. No, hát kicsit beszéljünk ugye arról, hogy azért sokféle utánpótlás eseményen mutattad meg magad, és hát ugye nem csak ez az eredmény, hanem sokféle kitűnő eredmény van most már mögötted, és azért 20 esztendős vagy, tehát nyilván lépdelsz a nagyobb korosztályok felé, és előbb-utóbb épp azt beszéltük, amikor leültél Csernovicki éves új csoportjában vagy, összefogtok majd nyilvánvalóan találkozni, most már nem csak edzésen, hanem eseményeken is. Hogy tekintesz tulajdonképpen az eddig judóban eltöltött éveidre, mert igen eredményes versenyző vagy. Úgy érzed, hogy kihoztad minden korosztályban azt, amit ki lehetett? Nem teljesen, ugye van az junior korosztály, ami ugye most vagyok benne, abban úgy érzem, hogy legtöbbet kihoztam, amit ki lehetett, de az egy alatta levő az ifjúsági korosztályban vannak hiányérzeteim, de úgy gondolom, hogy ezt félre kell tenni, és most már ugye jövőre felnőtt korosztályban fogok versenyezni, ott remélem, hogy még ennél is jobb eredményeket sikerül majd elérni. Ha visszagondolsz erre a malagai EB-re, és megnézzük, hogy végülis maga ez a bronz hogy született, ugye akitől a döntő jutásokig kaptál, jól tudom, ő nyerte, ugye? Igen, a súlycsoportot. Ez mindig kérdés ilyenkor, hogy ez jelentette egy versenyzőnek, ha nem is azt mondom, hogy bármilyen vigaz, de tulajdonképpen azt, hogy a súlycsoport legjobbja volt az, aki őt is legyőzte. Igazából nem az zavar, hogy utána ő lett az első, csak hogy fiatalabb nálam jóval, és ez az, ami nekem inkább fáj, hogy egy hány fiatalabb éves versenyző, 16. 16, tehát úgyhogy, akkor. Igen. Ekkora tehetség, vagy csak jó napot fogod ki? Hát nagyon ügyes judós, de szerintem az is közrejátszott, hogy egy nagyon jó napot fogod ki, mert olyan versenyzőket vett meg, akik 1-4-ben vannak a világranglistán, mint én, vagy a török előttem, vagy a döntőben az orosz. Tehát mondhatni, hogy meglepetés volt talán az ő ilyen kimagasló szereplése. Igen. Jó, hát ez akkor annyit jelent, hogy akkor egy frissen jövő erővel számolni kell az ellenfelek között ebben a súlycsoportban, igen, ugye? No, hát ez van, hogyha egy picit visszafelé nézünk, ugye a mondjuk mögötted korcsoportban lévő fiatalokra. Mi van akkor, Réka, hogyha előre tekintünk? Tehát ugye én mindig arra vagyok kíváncsi, és tulajdonképpen majdnem minden sportágban ez az egyik legnehezebb dolog, hogyha valaki a saját generációjában utánpótlás sikereket sikerre halmoz, van ugye a nagy váltás, amikor egyszer csak kinyílik ez az olló, és belép a nagyok közé, onnantól már ugye határ a csillagos ég, ugye Csernovicki éve is 30 esztendős lesz, és hát beszélhetnénk a súlycsoport kiválóságairól természetesen, akkor a világgal találja szembe magát. Ott onnantól már mindenki szembe jöhet, aki jó ebben a műfajban. Erre hogy lehet készülni? Erre van-e valami tervetek a Brown Ákossal? Hát erre is ugye bár versenyről versenyre kell járni, felmérni a mezőnyt, belenőni, ami a legfontosabb egy váltás után, hogy azért a junior mezőny is úgy gondolom, hogy elég erős, de azért a felnőtt mezőny is a junior mezőny között nagy a különbség. Igen, erre utaltam, úgyhogy pont. Rutint kell szerezni, versenyezni, úgyhogy ez lesz a jövőben. Mik azok, amik esetleg a te repertoárodból, ha most arról beszélünk, hogy miben lehet szélesíteni akár ezt, még most hiányoznak szerinted? De a rutin nyilván az olyan, ami valóban csak az idővel tud megjönni, azt semmi más nem pótolhatja, ahogy te magad is fogalmaztál, az versenyről versenyre kell járni. De van-e valami még, amit lehet mondjuk a fegyvertáradba behelyezni? Úgy gondolom, hogy én egy ilyen nyugodtabb judós vagyok, aki úgy megy fel a szőnyegre, hogy nyerni akar persze, de nem az agresszív judót folytatja, amit mondjuk a mi súlyunkban elég sokan, és azt gondolom, hogy ezt a
pörgősséget kéne még átvennem a felnőtt mezőnyből, és akkor reméljük, hogy minden jól alakul. Nem lehet ezzel a kiegyensúlyozott nyugodt stílussal eredményesnek lenni, hogyha ez a tiéd egyébként? Úgy gondolom, hogy inkább nagyobb súlyokban van ez, amit én képviselek, úgyhogy fel kell venni. Hát, mert a nagyobb testet, nagyobb töveget nyilván. Igen. Nem is azt mondom, hogy lomhábban mozgatják meg, mert azért ezek a nagy súlyú versenyzők is egészen elképesztően gyorsan igen. tudnak lenni. De nyilván az ember egy apró, 48 kilós hölgytől azt várja, hogy pattogjon a mutat, amit nem nyilván. Nálunk 48-ban nincs megállás, fordul az ember, és muszáj mindig. Ehhez viszont brutális kondíciót kell építeni ezzel, hogy ez. Én az állóképességemen teljesen bízom, avval szerintem nincsen gond. Ha letelik a 4 perc, akkor szerintem még a Golden Score-t is simán végigbírom ugyanennyit. Azt lehet mondani, hogy akkor a tüdőddel nincs gond, az teljes rendben van. Nincs. Ez egyébként született hozott adottság, hiszen sokszor látom én az élsportban, hogy óriási előnyel indul az bármilyen sportágban, akinek van egy kitűnő alapkondíciója, amit hát genetikusan hozott, és aztán persze építkezik rá, hogy érzed? Vagy pedig brutál sokat edzetek a kondícióra, hogy ez ennyire jó nálad? Én nem hiszem, hogy én genetikusan hoztam volna. Inkább úgy érzem, hogy a Pakson az edzői megtették azt, ami ehhez szükséges. És beléd rakták a munkát. Így van. Te pedig elvégezted, igen. És ez nyilván nagyon-nagyon sokat kell. Számít. Jó, akkor értem, tehát akkor kondíció rendben van, ezek szerint gyorsulni kell egy picit. Szakmai repertoár, fogások, ezek tekintetében hogy állsz szerinted? Ott mindig kell fejlődni, meg mindig máshogy kell, ott nem lehet csak egyet alkalmazni, ott több darabnak kell lenni a fejedben, hogy oda tudj érni. Helyzetben a megfelelő. Igen, igen, igen. Minden más kell alkalmazni, úgyhogy azt szerintem már gyerekkora óta tanulja az ember, és nincs olyan, hogy juniortól váltasz felnőttre, és akkor kell újakat megtanulni. Szerintem ezt már gyerekkor óta kell tanulni. No, hát ugye 20 esztendős vagy, és arról beszélünk, hogy most már lassacskán a jövő évtől átlépsz ugye a felnőtt mezőnybe. Te magadat hova vizionálod? Tehát ebben a sportágban, ebben a súlycsoportban nyilván nem lehet más neked sem a célod, mint egy olimpiai szereplés. Ez körülbelül szerinted mikor érhet be nálad? Hát én bízom minél előbbi sikerben, úgyhogy én már Tokióra szeretnék jutni. Meglátjuk, hogy ez hogy sikerül Csernovicki Éva, hogy mit tervez a jövőre. Hogy dönt, hogy marad-e egyáltalán igen. egészen aktív akár a következő olimpiai, igen. vagy sem? Ő nyilvánvalóan a súlycsoport legnagyobb ellenfele, tehát mondhatni, hogy ő, akit ugye ismer is a közvélemény, illetve nem tudom, hogy van-e a súlycsoportodban mondjuk olyan fiatal tehetség, aki hasonló ambíciókat. Magyarországon inkább azt mondom, hogy nem igazán. Uh-huh. Tehát akkor te vagy Évi után a következő. Igen, remélhetőleg. Értem. Jó, tehát akkor nyilvánvalóan ez egy szép és nemes feladat, nyilván nagyban függ majd attól, hogy akár ő mit dönt, hogy dönt, de akár ha kell, akkor arra is készen kell, hogy állj, ugye, hogy mondjuk vele megvívj ezért a súlycsoportért. Igen, igen. Aha, és akkor elszántad magad. Természetesen. Ha az élet. Minden napokban kell-e még akár edzés mennyiségen, akár bármin változtatni ahhoz, hogy mondjuk egy felnőtt mezőnyben is az ember megállja a helyét? Én úgy gondolom, hogy nem. Már szerintem én már egy ideje kapok olyan terhelést, ami elég lesz a felnőtt mezőnyben is. Az mit jelent körülbelül? Hát minden nap van 2 edzésünk. Van kondi edzésünk, futó edzésünk, technikai, judó, küzdelmi edzés, úgyhogy minden benne van. Ez szép mennyiség. Ez nem semmi réka, hogy ezért a súlycsoportodban és az korosztályodban nyilván ezért is értél el ilyen kimagasló sikereket, mert hogy bőségesen beleteszitek a munkát. Na hát akkor azt kívánom, hogy ebből a lendületből, ebből nevezhetsz legalábbis, ami az elvégzendő edzés munkát illeti, viszont a lendületből egy kicsit akkor szedjél össze valamit, hogy te magad is mondtad, hogy legyen akkor egy picit pörgősebb és egy kicsit felgyorsultabb az a tempótat, amire van szükség lehet ebben a súlycsoportban. További sok sikert kívánok és szívből gratulálok ehhez. Mondjuk úgy megnyert bronz. Jó, tekintsük ezt mindenképpen így. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.